Igazából soha nem lehetett rangadónak nevezni egy Videoton BVSC összecsapást, az NB1-ben viszont annak minősült a találkozó. Csató Sándor nélkül kezdett a Videoton, a túloldalon viszont volt egy rutinos nagy öreg Vince, aki először ijesztett rá Milintére, a kapus szerencsére a helyén volt. Ezután is támadásban maradt, vagy inkább kezdeményezőbb volt a BVSC, Potemkin vállal el meglehetősen furcsa szögből egy lövést, szerencsére nem sikerül meglepnie Milintét. Szívpanaszai senkinek nem lettek az első félidőben, a Videoton részéről a legizgalmasabb próbálkozás ez a fodorszöglet volt. A második félidőre maradtak az események és a gólok. 53. perc, Horváth Csaba szabadrúgása, Fodor teljesen egyedül marad középen, és nagyszerűen használja ki a lehetőséget. Horváth Csaba előkészítőként jeleskedett ezen a találkozón, ez az első gólpassza, Horváth Dezső teljesen tehetetlen. Sikerült tehát feltörni a BVSC és reteszt, és ez azt jelentette, hogy felszabadultabban játszhatott a Videoton. Meg is lett az eredménye, megint Horváth Csaba az előkészítő, a kipattanó labdát pedig a turbános Német Tamás találja meg legelőször, és már is 2-0 az 57. percben, 4 perc telt tehát el az első gól óta. Horváth Csaba jól látta, hogy onnan el kell vállalni, Horváth Dezső belekap a labdába, de mire észrevenné, hogy hova pattan, érkezik Jumurdzsák alias Német Tamás, és már is 2-0. A Videoton ezek után már igazán könnyű szívvel és pontosan is játszott. Lendvai remek labdája után Zombori passzából a sokat szidott Waltner hagyja ki a meccs legnagyobb helyzetét. Ekkor úgy tűnt, ez is belefér. A BVSC azonban góllal büntetett a 68. percben. Potemkintől indul a támadás, úgy tűnik már, hogy nem tudnak vele mit kezdeni a vendégek. Vince azonban pompásan sarkal, Kovacsics egy igazítás után lő, és Potemkin majd a lassításból látszik igazából, milyen bravúros mozdulattal sarkalja a hálóba a labdát. Két sarkalás, tehát egy gól, ennyi kell a szépítéshez, na meg a Videoton védők asszisztálása, Potemkin megérdemli a dicséretet. Mielőtt azonban úgy gondoltuk volna, hogy túl szoros lesz a mérkőzés, a Videoton ismét nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, ezt először Lévai fejese jelezte, Horváth Dezső a helyén volt, aztán megint Horváth Csaba a főszereplő, erőszakosan szerez labdát, Zomboritól visszakapja és visszaadja, pompás a gólpassz, és Zombori egy lehelet finom mozdulattal biztosítja be a Videoton győzelmét a 85. percben. Horváth Csaba érdemeit nem lehet eléggé hangsúlyozni, tökéletes az indítás, és Zombori megoldása, ez a ballábas csippentés nem kevésbé az. Ez aztán el is döntötte a nyitott kérdéseket. Zombori Zalának ez volt a 8. gólja a bajnokságban. Mindjárt megemelhette volna a gólszámot egyébként 9-re, az utolsó percben a rendes játékidőben egy szép kényszerítő után Horváth Dezső ment előle, de ez már nem oszt, nem szoroz, a végeredmény tehát 3-1, és a Videoton tovább menetelve a bajnokságban. Ismét nyert hazai pályán, magabiztosan őrzik első helyüket.